Spider-Man úgy ki átalakult hörcsök kumává. Ezt nézzétek meg, mekkora pofazacskója lett a Supermannek! Hát én nem is láttam a filmben, hogy Supermannek ekkora pofazacskója van. Amúgy finom? Igen, jó van. Neked is ízlik? Ja, hát nem tudtad kibontani a másodikat, hihetetlen. Szóval. A játék lényege tök egyszerű. Ide behelyezem a kártyát. Látod, hogy hanyadik kb? Mert meg kell mondanom, utána meg kell tippelni. Figyelj. Látod, hanyadik? Na akkor figyelj, szerinted hanyadik a kártya? A pakliba, a fekete. Mondj egy számot 1-től 10-ig. Mondom, mondj egy számot, elkezd számolni. 1, 2, 3. Mi van? Számot. És szerinted hanyadik a kártya? 5. Akkor figyelj, közönség számol, azt mondja a közönség, hogy 1. Az úriemberre kérlek egy hatalmas letapsot eltalálta. Hát képzeljétek el, hogy én hoztam nektek tejszínhabot. Szülőknek teszem fel a kérdést, nem tejallergiások, gluténallergiások, meg hasonlók a két gyerek, ugye? Jó, mert akkor holnap probléma lesz. Uram, kapnak egy-egy poharat. Ebbe fogok tenni némi... Micsodát? Nem hallom. Tejszínhabot! Hoztatok magatokkal a kanalat pillanatnevő eszközt? Hát hogy lehet így feljönni készületlenül színpadra egy tejszínhab evőversenyre? Tartsad! És telenyomjuk! És telenyomjuk! Kinek szurkolunk? Nézed már, habzsolja! Pohár megmaradjon, mert az műanyag, jó? Uram, mi van magának szakállam őt, vagy mi van? Nyomja gyorsan, kérdele, nyomja gyorsan! Az úriember nyerte az kis poharában már. Semmi nincs. Azt tegyed meg, ne pocsékolj, büdös tojás! Szóval az úriembernek, akinek tokától bokáig csupa tejszínhab mindene, kérjük egy hatalmas... Neked mi jött az órodra? Miért csókos lettél? Várjál! Úristen, csupa tejszínhab! Gyorsan behelyezem a kártyát, körülbelül hanyadik lenne, azt kéne megtippelni. Benne is van, megvan mind a kettőtöknek? Kérek szépen egy számot, te voltál a győztes. 5? Oké. Uram, egy szám? Én nem mondanék hetet, kicsit biztos, hogy kevesebb. Mondom, 4, oké, 5 meg 4. Figyelj, közönség számol. 1. 3. 5. 6. 9. 4. Egy hatalmas tapsot kérek az úriembernek.